A csirke, a pulyka, a kacsa és a libaús fogyasztását népszerűsíti a grill szezonban az Agrármarketing Centrum. Ennyire nem vásárolják a magyarok a szárnyasokat? De vásárolják, szerencsére azt mondhatjuk, hogy az utóbbi jó néhány évben egy stabil, enyhe növekedéssel bíró piacról tudunk beszámolni, amely most már azt jelenti, hogy a magyarok egyfőre vetítve évente átlagosan 40 kg baromfi húst fogyasztanak el. Ez egy szép szám egyébként. Ugyanakkor fontos fenntartani ezt a fogyasztást, még tovább növelni azokban a fogyasztói rétegekben, ahol erre még van tér, illetve felhívni a figyelmet a baromfi húsok egészséges mi voltára, táplálkozásban betöltött szerepére, újszerű receptjeire, elkészítési módjaira. Tehát ezért is céloztuk az idén a grill szezont, hogy bemutassuk azt, hogy számos, kevésbé ismert módon is elkészíthető baromfi hús, például egy libacomb is elkészülhet grillen. Ezekhez receptötleteket, különböző receptvideókat készítünk a fogyasztóknak, és segítünk nekik abban, hogy itt a júliusi-augusztusi nyári grill szezonban egy picit fel tudják dobni a közösségi életet otthon. Egyébként tapasztalat az, hogy nyáron mondjuk a liba és a kacsa fogyasztás visszábesik? Ez lehet az akció mögött? Mert ugye, amikor bevásárolok, nekem úgy tűnik, hogy a csirke az az abszolút favorit. Ezt abszolút jól látja. Ebből a 40 kg-os éves fogyasztásban, amit az előbb említettem, 85%-ban csirkét fogyasztunk, és csak 3 kg a pulyka, és 2,5-3 kg a víziszárnyas, tehát a kacsa és a liba fogyasztás. Utóbbi pedig, ahogy a kérdés elején is elhangzott, egy elég szezonális fogyasztási trendet mutat, ugyanis jellemzően a mártonnapi liba, illetve az ünnepi karácsonyi készülődés, illetve a karácsonyi menünek a része a kacsa és a liba hús, illetve hát a liba már ugye, mint a magyar gasztronómia talán legszebb égköve, azért egész évben jelen van a gasztronómiában, de elég szezonális, igen. Ugyanakkor a kampányunknak nem feltétlenül az a célja, hogy a víziszárnyast emeljük ki a baromfi húsok közül a grill szezonban, csupán szeretnénk olyan újszerű elkészítési módokat, olyan új grill recepteket mutatni a fogyasztóknak, amikkel tényleg feldobhatják, egy kicsit változatosabbá tehetik az egyébként megszokott recepteket, de azok sem rosszak. Tehát a grill szezonnak továbbra is egyébként a csirke a legnagyobb favoritja, és ha úgy tetszik, sztárja. A csirkére vonatkozóan is rengeteg receptet tettünk közzé, itt a hagyományos magyaros fűszerezéstől egészen a provanci vagy egyéb más fűszerkeverékekkel, pácokkal spékelt baromfi húst megtalálják a fogyasztók és az érdeklődők. Egyébként milyen helyzetben van most a baromfi ágazat Magyarországon? Korábbi években rendszeresen lehetett hallani, hogy hol a víziszárnyas tenyésztők, a libások különösen, aztán az egyéb szárnyasokkal foglalkozók kerültek bajba. Jelenleg stabil az ágazat helyzete? Szerencsére azt mondhatjuk, hogy igen, résen kell lenni, ugyanis madárinfluenza azért folyamatosan jelen van a kontinensen és a régióban is, ugyanakkor az ártartásnak köszönhetően, illetve a hatósági állatorvosi és a népi intézkedéseinek köszönhetően szerencsére meg tudjuk előzni, lekopogom így gyorsan, meg tudjuk előzni a megbetegedéseket, illetve az újabb kitöréseket nagyon jó eséllyel. Az ágazat pedig nagyon jó helyzetben van, egy nagyon prosperáló, előremutató, nagyon szép termelési értéket magának tudó ágazat, 700 ezer tonna a kibocsátása baromfi szektornak Magyarországon, 300 milliárd forint értékben állít elő, mint egy 2600 termelő baromfi húst, hogyha a feldolgozott és a késztermékeket is hozzáveszik, akkor pedig ennek nagyjából a duplája a szektornak az értéke. Úgyhogy egy komoly, prosperáló és egyébként a mezőgazdasági kibocsátás mintegy 10%-át kitevő ágazatról beszélünk, büszkék lehetünk tehát rá, egy abszolút önmagán túlmutató szektor, amely a magyar felhasználásnak, illetve a saját szükségletnek mintegy 150-180%-át képes előállítani, tehát igen jelentős exporttermékünk is a baromfi. Pont erről akartam kérdezni, hogy ennek a teljesítménynek hány százalékát veszi fel a magyar piac, akkor ehhez képest import gyakorlatilag nincs is? Hát számottevő import nincs, nyilván itt a szabadkereskedelmi zónában, övezetben élünk, tehát az import minden területen jelen van, de nem számottevő, tehát abszolút exportorientált a szektor, és hozzájárul a magyar mezőgazdaság, illetve a magyar gazdaság sikeréhez, illetve export többletéhez. Nem véletlenül érdeklődtem az import iránt. Néhány évvel ezelőtt az import is komoly fejtörést okozott a magyar gazdáknak, hiszen sokszor elég silány minőségű importáru érkezett Magyarországra, és sokkal olcsóbban. Akkor ez a probléma teljesen megszűnt már? Hát nézd, egy globális piacon élünk, annak a részei vagyunk, tehát teljesen ezeket
nem lehet kiszűrni, de szerencsére ezek alkalomszerűnek tekinthetők ezek a jelenségek. Úgyhogy azt mondhatjuk, hogy ha a magyar fogyasztó bemegy a piacra vagy a boltba és baromfi húsért nyúl a polcon, akkor nagyon jó eséllyel magyar árut fog találni, ami pedig kiváló minőségű és világszínvonalú élelmiszerbiztonság és állati jóléti szabályok mellett tartott és feldolgozott, úgyhogy egészen biztosan jó választás a baromfi minden időpontban. Ha már ezt a jó választást mondja, mennyire tudatosak a vásárlók ilyen szempontból, tehát egy pár évvel ezelőtt ugye erre is külön kampányokat kellett szervezni, ugye aztán erre még rájött a pandémia helyzet, amikor külön kiemelték a magyar termékfogyasztást. A csirke, illetve a többi szárnyas vásárlásakor mennyire érdekli a felmérések szerint a magyar fogyasztót azt, hogy ez magyar termék? Hát mi azt látjuk, hogy egyre tudatosabbak a magyar fogyasztók, ugyanakkor nem szabad arról sem elfeledkezni, hogy azért még mindig egy közepesen árérzékeny piacról beszélhetünk a magyar piac tekintetében, ami azt jelenti, hogy sokaknál azért az ár, még hogyha csak minimális áreltérések vannak is differenciál, tehát első számú választási szempont. Ugyanakkor azért a jelentős vásárlóerőjavulásnak lehettünk szemtanúi az elmúlt években, és hozzájárul ehhez az áfa csökkentés is, tehát itt a napi fogyasztási cikkek alapvető élelmiszerek áfajának a csökkentése ugye 2014-től folyamatosan, ez 2017. január 1-től a baromfi húsra is érvényes, tehát azt látjuk, hogy a kormány is mindent megtesz annak érdekében, hogy azok a termékek, így például a baromfi hús is azért a kevésbé jó módú fogyasztói réteg számára is elérhető legyen.